Good evening. Join me. This is Drug Report Der News. Promise. Life. Drug Report Der News. Love and hope and trust and confidence. Tonight, there's something special to talk about. So, won't you join us? Sziasztok, Sárosi Péter vagyok, és ez itt a Drog Reporter világhíradója, ami a drogpolitikai hírekről és fejleményekről tudósít havi rendszerességgel. Változik a közvélemény Ausztráliában. A Drug and Alcohol Review című szaklap decemberi számában megjelent kutatási eredmények szerint az ausztrál közvélemény hozzáállása jelentősen megváltozott a drogpolitikával kapcsolatban az elmúlt 10 évben. Egy országos felmérés szerint 2013-ban még csupán az ausztrálok 26%-a támogatta a cannabis legalizálását, míg 2019-ben az arányuk 41%-ra növekedett. Ugyanebben az időszakban az ecstasy személyes használatának legalizálását támogatók aránya 7%-ról 9%-ra nőtt, míg a kokainé 6%-ról 8%-ra. Ezen kívül több mint 28% támogatja a drogfogyasztás teljes dekriminalizációját azok között is, akik a legalizációt nem támogatják. Új Dél-Wales kormánya 2020. januárjában egy metamfetamint vizsgáló bizottságot hozott létre, ami szintén javasolta, hogy dekriminalizálják a drogfogyasztást és fektessenek több pénzt az egészségügyi ellátórendszerbe. A mostani kutatás alátámasztotta, hogy a közvélemény is egyre kevésbé támogatja a büntető megközelítést, például a börtönbüntetést, ha drogfogyasztásról van szó. Az első drogtúladagolást megelőző központok számos életet mentettek az USA-ban. A kliensek és a szakemberek szerint a két első legális drogtúladagolást megelőző központ számos életet megmentett, amióta megnyílt tavaly novemberben New Yorkban. A tavalyi évben több mint 100 000 amerikai halt meg drogtúladagolásban. Számuk meredeken nőtt az előző évihez képest. A hagyományos abstinencia-orientált programok, mint a hosszú távú rehabok és a 12 lépéses önsegítő csoportok csak az emberek egy részének jelentenek megoldást. Mások nem tudnak vagy akarnak leállni. A túladagolás megelőző központok nekik kínálnak alternatívát, biztonságos, higiénikus körülmények között fogyaszthatják el a szert, és segítenek nekik más egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz is hozzáférni. Mióta a két központ megnyílt, több mint 100 túladagolást regisztráltak bennük, de egyik sem végződött halállal, mentőt is csak egyszer kellett hívni. Ugyanez igaz az összes többi felügyelt fogyasztói helységre is a világon. Az útlevelük és jogosítványuk elkobzásával fenyegeti a középosztálybeli drogfogyasztókat Boris Johnson kormánya. You've got to invest in rehabilitation. Everybody who knows about drugs crime will tell you that 300,000 people, their lives are chaotic. They need to be taken off drugs, they need to be put into rehab. You've got to invest in rehab. But you've also got to come down hard on the gangsters who are making hell of people's lives. A konzervatív brit kormány új nemzeti drogstratégiája, aminek a címe az ártalomtól a reményig, jelentős új forrásokat tesz elérhetővé az addiktológiai ellátórendszer számára, de eközben számos populista elemet is tartalmaz, amiről már korábban bebizonyosodott, hogy nem hatékony, sőt kontraproduktív, írja Steve Rawls, a Transform drogpolitikai alapítvány elemzője. A stratégia 780 millió fontot tesz elérhetővé drogellátásra a következő 3 évben, ami jelentős növekedés az előző évek költségvetési megvonásaihoz képest. A terv azonban azt is tartalmazza, hogy például a kokain fogyasztói felelősek a dréd amerikai drogkereskedelem fenntartásáért, ezért elkobozhatják az útlevelüket vagy a jogosítványukat. Drogfogyasztással vádolják a drogellenes stratégia írásában résztvevő brit főrendőrt. A Metropolitan Police parancsnoka, aki a brit nemzeti drogstratégia kínálat csökkentő részeinek egyik szerzője, a vádok szerint kanabiszt, LSD-t és varázsgombát fogyasztott, számolt be róla a Guardian című lap. Julian Bennett parancsnok, aki korábban két alkalmazottját is elbocsátott a kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt, egy franciaországi nyaralás során fogyasztott kábítószereket. Miután szembesítették a vádakkal, állítólag azt állította, hogy ő csak egészségügyi problémáira fogyasztott CBD-t, cannabidiolt. Egy WhatsApp fotót is bizonyítékként felvonultattak azonban ellene, ami elég egyértelműen kanabiszt mutat az asztalon. Michael K. Williams dílereinek börtönbe küldése nem szolgáltat igazságot.
New Yorkban az ügyészség bejelentette, hogy 4 ember ellen vádat emeltek azért, amiért Michael K. Williamsnek, a The Wire és a Boardwalk Empire filmsztárjának kábítószert adtak el, amivel a feltételezések szerint később túladagolta magát és meghalt. Nem mindenki gondolja azonban azt, hogy ez lenne a megoldás. Sheila Vakaria, a drogpolitikai alapítvány kutatási részlegének igazgatóhelyettese szerint például a szigorú büntetésekkel az elmúlt évtizedekben sem sikerült visszaszorítani a drogfogyasztást. Csupán még bizonytalanabbá és kockázatosabbá vált a drogpiac. A heroin helyett ma már az annál akár 100-szor potensebb fentanil került a fekete piacra, ami rengeteg halálos áldozatot követel. A valódi megoldás a dekriminalizáció lenne, ami megszüntetné a drogfogyasztók rejtőzködését, és lehetővé tenni, hogy jobban elérjék őket az ártalomcsökkentő programok. A máltai miniszter szerint Európának követnie kellene az országát a cannabis reform útján. Owen Bonici, máltai miniszter szerint Málta új cannabisszel kapcsolatos szabályozása, ami megszünteti a személyes használatra történő cannabis fogyasztás és termesztés üldözését, modellként szolgálhatna egész Európa számára. A máltai jogszabály lehetővé teszi, hogy a felnőttek otthon cannabis termeszthessenek maguknak. Az EU legkisebb tagállama mellett a legnagyobb, Németország kancellárja, Olaf Scholz és a cannabis legalizáció pártján áll. Az új német kormány azonban ez idáig még nem jelentette be a reform időrendjét és tartamát. Bonici szerint a fogyasztás büntetésének megszüntetése önmagában nem elég. Gondoskodni kell arról is, hogy az emberek legális forrásból tudjanak maguknak kannabiszt szerezni, hogy ne a fekete piacot gazdagítsák. Through this reform, we are not only giving dignity to a lot of people who were looked upon as if they were criminals, when they are not criminals, but we're also giving a safe and regularized route. You cannot do one and not do the other. Ez volt mára a Drug Reporter híradója. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Amennyiben ti is fontosnak tartjátok, hogy legyen hiteles tájékoztatás a drogpolitikával kapcsolatban Magyarországon is, akkor légy szíves, támogassatok. Mi nem kapunk pénzt pénztáros Lőrinctől, csak a ti segítségetekkel tudjuk folytatni a munkánkat. Köszönjük, sziasztok! Thank you for joining us. What we've been able to achieve has been done with your help. Now we go on to the next stop, making a final commitment. Now we need your support again. Support Drug and Report Air News. Today,